kaposszekciói evangélikus templomban rendezett emlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, Havasi János szívügyének tekintette a hazai nemzetiségek sorsát, a határon túli magyarok felkarolását. Havasi János kiállt a magyarságért, az igaz szóért, a nemzetért, amely egyszerre jelenti valamennyiünk jelenét és jövőjét. A templomban Horváth Kálmán Tolna vármegye főispánja is méltó beszéddel készült. Tolna vármegye, de elsősorban Kaposszekcső életében ez egy nagyon fontos esemény volt, ez a mai délelőtti megemlékezés. Dr. Havasi Jánosról emlékeztünk meg a templomban, illetve szoborobatásra és térelnevezésre került sor, és ennek nagyon-nagyon fontos jelentősége van, hiszen dr. Havasi János magyarországi mércével mérve is az egyik legjelentősebb újságíró, író, akiről én azt gondolom, hogy halála után illő volt ez a megemlékezés. És ez azért is nagyon érdekes, mert az ötletgazdák és a mecénások halálát követően nagyon gyorsan előálltak ezzel az ötlettel. Nyilván ez is megerősíti azt, hogy Havasi János Magyarország szempontjából és a mi vidékünk, a mi kis hazánk életében egy nagyon fontos személyiség. Varga Gábor dombóvári szobrászművész alkotását a település főterén helyezték el, amelyet az újságíró után dr. Havasi János térnek neveztek el, ahol táblát is avattak a falu szülöttének emlékére. Hatalmas megtiszteltetésért bennünket, nem is rég, pár héttel ezelőtt, amikor Parag Gyula és dr. Beréti Zsolt megkerestek bennünket, hogy szeretnének elindítani egy olyan mozgalmat, hogy legyen itt egy Havasi János szobor a településen, mert ők rendkívül tiszteletben tartják munkásságát, és tudták, hogy Kaposszekcső díszpolgára volt. Meglepő volt számunkra is az egész, hogy egyrészt szégyeltük magunkat, hogy ez nem nekünk jutott eszünkbe, de nyilván nekünk anyagi forrás gyanánt erre lehetőségünk sem lett volna. És megtisztelőnek éreztük, és a családdal nyilván egyeztetve létrejöhetett ez a szobor, aminek most az átadóján állunk. Egyrészt meglepő volt, hogy ennyi idő alatt elkészült, és ezt létre lehetett hozni. Havasi Jánosnak 2013-ban jelent meg Lánykák, az idő eljárt című irodalmi műve, amelyet édesanyja elmesélése, levelei és saját helyszíni kutatásai alapján írt. A könyv alapján forgatták a 2018-ban bemutatott Örök tél című történelmi filmdrámát.